Szevasztok, szép napot kívánok mindenkinek, én Miskolics Marci vagyok, és hát igen, el voltam tűnve eléggé, nem csináltam mostanában nektek videót, pedig megígértem, és ez a következő dolgok miatt volt. Egyrésztről azért, mert inkább a zenei dolgaimra koncentráltam, inkább a zenei dolgaimmal foglalkoztam. Ez azt jelenti, hogy pontosan két dalt, az egyik egy videoklipes dal. Yeah, volt egy álmom, egy percig se bánod. Ismered a nevem, a többit majd meglátod. Miért kell tudnod? A másik egy sima audio. Nem változom az élet, vagy néha elvesz, néha ad. Kiadtam az elmúlt időszakban, amit itt ezen a csatornán láthatok, egyébként ide raktam föl nektek. No, de hogy mi is a mai téma, nyilván nem vágjátok le. Mi a mai téma? De a mai témánk egyébként egy unboxing videó lesz. Én arra gondoltam, hogy bemutatnám nektek az egyik büszkeségemet, és egy picit beszélnék is róla. Nekem nagyon-nagyon régi vágyam volt egy Adidas Yeezy Boost, én nagyon szerettem volna mindig is megvenni, de úgy gondoltam, hogy akkor szeretnék egy ilyen cipőt vásárolni, egyrészt, hogyha magamnak tudom megvenni, másrészt pedig, hogyha olyan anyagi helyzetben vagyok, hogy biztosan azt tudom állítani, vagy annyi spórolt pénzem van, hogy én tudjak egy ilyen cipőt venni. Ez nekem egy nagyon-nagyon fontos szempont volt. Ez most érkezett el, és ez nekem ezért külön büszkeség, mert én magamnak vettem meg, én magamnak dolgoztam meg a pénzért, és én magamnak csoportosítottam félre, spórolgattam, hogy meg tudjam venni ezt a szuper Yeezy Boostot. Pótor Attila barátom az, aki resellerkedik tulajdonképpen, elég nagyba nyomja az ipart. Ide jövök cipőt venni, és jött egy kisebb szállítmány. Szeretném azt megmutatni. Ez ma jött, Attila? Hát ez így a... elmúlt 2-3 hét munkája. Aha. Nem rossz amúgy. De igen, ez a mai szállítmány. Most összejöttek a dolgok. Nem rossz content. És hol alszol? Hát sehol. Az utcán. Tehát én minden tiszteltem az övé, hihetetlen, amit ő csinál. És hát tőle sikerült megvásárolnom ezt a cipőt, aminek nagyon örültem. Ezt mindjárt láthatjátok itt is. Bátran merem ajánlani nektek Attilát is, hogyha szeretnétek exkluzív cipőket venni. Igaz, hogy picit drágában fogja adni, mint a boltba. De erről szól a resellerkedés, aki tudja, hogy miről szól ez a sneaker kultúra, az nyilvánvalóan nem fog meglepődni. No, de mi a legfontosabb, azt gondolom, hogy csomagoljuk ki ezt a cipőt, csináljunk egy unboxingot. Megmondom nektek őszintén, hogy már 2 napja elhoztam tőle, de arra vártam, hogy ezt a videót meg tudjam csinálni, hogy legyen időm, és veletek együtt tudjam kicsomagolni, tehát ezt a dobozt én csak fogtam, és elhoztam. A méretemet azt tudom, az 43 1/3, tehát föl se kellett próbálnom, és gyakorlatilag még lábon sem volt ez a cipő, tehát elég exkluzív lesz a dolog. Nagyon izgulok, hogy mi lesz most. Lehet, hogy 2 darab görög dinnye lesz benne, és nem is cipő. Aha, megpróbálom úgy csinálni, hogy ezt ti is lássátok. És igen, itt van. Ez egy Yeezy Boost V2 Blue Tint nevű cipő. Mindent először megszagolok egyébként. Elég hülye szokásom, de kiskoromtól fogva mindent megszagolok. Mutatnám nektek a Boostot. A talpat a kételkedőknek, bár így is úgy is biztos lesz egy-két kommentelő, aki nem eredeti, hamis, kínai, a piacon vetted, biztos, de gyertek, aztán nézzétek meg. Tehát, hogy megpróbálom nektek nagyon apránként megmutatni ezt a cipőt, hogy hogy néz ki, hogy milyen ennek a kidolgozása tulajdonképpen, hogy hogy néz ki. Én amióta egyébként a Yeezy Boostot, ugye a Kanye West megtervezte, az első szériáktól kezdve gyakorlatilag akartam venni, csak hát, mint mondtam a videó elején, akkor akartam, amikor tényleg egy olyan anyagi biztonságban vagyok, vagy annyira tudtam félretenni, hogy meg tudjam ezt tenni magamnak. Mutatom a belsejét is. Hát elég magány ez a cipő, azt kell, hogy mondjam. Nézzük meg a másikat is. De magány. Gyerekek, erre a cipőre úgy fogok vigyázni, mint a szemem fényére. Tehát életemben nem volt ilyen drága cipőm. Egyrésztről, másrésztről pedig... Vagy hát nem is tudom, hogy hova fogom fölvenni. Mert hogy tudom, hogy sok helyre, csak hogy nagyon kell vigyázni. Tehát, hogy buliba egyelőre még biztos, hogy nem veszem föl. Itt ugye láthatjuk az Adidas címkét rajta.
van benne jó kis kitömés. Őnek is megmutatom a belsejét. Hát elég jó, elég vagány. Nekem ez a szín is nagyon bejön. És tényleg hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy meg tudtam venni ezt a cipőt. És a saját pénzből, a saját erőből. Nagyon jó dolog az egyébként, amikor az ember valamit kinéz magának, elterik egy kis idő, több-kevesebb idő, és magának meg tudja venni, kitűzött célját meg tudja valósítani. Úgyhogy ez lenne. Megmutatom a dobozát is, hát ha érdekel valakit, így néz ki. Itt rajta van a színkód, és mindenféle egyéb információ. Hát gyerekek, ez most egy nagyon jó érzés. Mindjárt felveszem lábra is, és úgy is levideózom nektek. Így néz ki felvéve lábon. Hú, de brutál vagány. Nekem nagyon bejön. Nézzétek meg, közelebb is viszem a kamerát, közelebbről mutatom. Adidas Easy Boost V2 Blue Tint. Így nézünk ki. Yeah! Most, hogy ugye már a lábamon van a cipő, nagyon érdekes tapasztalás, hogy nekem Adidas Ultra Boost-om van, amit nagyon szeretek, és például az Ultra Boost az kényelmesebb, de nyilván ezt úgy veszi észre az ember, hogy először Ultra Boost cipője volt, azt megszokta, majd utána felvesz egy Easy Boost-ot. Nyilván ez is baromi kényelmes, de az Ultra Boost egy fokkal kényelmesebb. Én még nem láttam olyan cipőt, ami kényelmesebb lenne az Ultra Boostnál. És ezt úgy mondom, gyerekek, hogy az Adidas egy forintot nem fizetett nekem. Semmi. Komolyan. Ezt tényleg nem azért mondom. Ha Nike-nak lenne, vagy a nem tudom, vagy a Lancast-nak lenne ilyen cipője, azt is elmondanám. Még pont a Lancast jutott eszembe, nem tudom. Na mindegy, de itt van. Ennyi lett volna ez a videó, hogyha tetszett, akkor mindenképpen iratkozzatok fel itt, ebben a sarokban, itt meg is tehetitek, rányomtok és feliratkoztok. Én Miskovics Marci voltam, további videók, zenék és tartalmak fognak jönni tőlem. Remélem találkozunk. Szevasztok! Ja, és nagyon fontos, hogy akkor is iratkozz fel, hogyha nem tetszett ez a videó. Meg akkor is, ha tetszett. Meg hát, amit akarok kérni, az még egy fontos dolog. Mindenképpen írd be alá, hogy Kamu! Hagyjad már! Rizé! Józsefvárosi vetted! Hagyjad már! Dobd ki a kukába! Szeretnélek megkérni titeket, hogyha kommentben van véleményetek, akkor mindenféleképpen kommenteljetek, írjátok le, hogy mit gondoltok rólam, mit gondoltok a videókról, mit gondoltok erről a cipőről, tetszik-e nektek egyáltalán, vagy pedig nagyon-nagyon utáljátok, és egy túlhypolt szarnak gondoljátok, bármit leírhatok, beszélgessünk a komment szekcióba, csak az a legfontosabb, hogy értelmesen, illetve dobjátok a lájkokat, vagy pedig a diszlájkokat, én mondjuk a lájkoknak jobban örülnék, de hát úgyis lesz egy-két arc, aki diszlájkot fog nyomni. De szevasztok!